Az edzés leginkább várt perceit élvezik a sényői futballisták, akik levezetésként a jeges vízben regenerálódnak. Az NB3-as csapat az elmúlt hétvégén kezdte el a felkészülést, mégpedig a korábbi évektől eltérően jó néhány új játékossal a keretben. Két kapusunk is távozott, ugye Gazsi és a Gagyi. Helyettük most három kapus vesz részt az edzéseinken. Ugye a Járvási Levent, a Lőrincs Zsolt és a Nagy Máté. Ezek közül a Nagy Mátét már leigazoltuk, másik két fiú személye pedig a hetekben eldől. Ugye a távozók között van még ugye Hatházi Dávid, Boros Dávid, akkor a Budaházi, Magyar és a Molnár Máté is, ugye ők elhagyták az egyesületet. A Lizák Bence az próbajátékon vesz részt Tiszakécskén. Érkezők oldala pedig ugye jött egy tiszaújvárosi trió, a Lakatos, Vámos és a Tóth. Velünk edz Baktáról egy próbajátékos, ő is Lakatos László, ugye. Érkezett akkor a Szilvási Peti Szegedről, Toldi András, ő megye egyből, igazolt vissza hozzánk, a Pál Zsombi pedig ugye a bajnok harmadik kerülettől tért vissza hozzánk kölcsönbe. Imrő László szerint nem jelent majd gondot, hogy gyakorlatilag új csapatot kell építeni Sényűn. Igazából ez nem is sok, nekünk sok, mert nálunk ezért ennyi még nem volt sosem. Igen, ez is most egy új feladat lesz, hogy ezeket a játékosokat beépítsük a csapatban, de azért nagy része már ismeri ezt a csapatot és ismeri ezt a közeget. Fabu Márton szeretne minél többet hozzátenni a csapat teljesítményéhez, és szeretné, ha Sényű előrébb lépne a tabellán a következő idényben. Most már nagyon szeretném, hogyha ezt a 7.-8. helyet kicsit előrébb tolnánk, és én nagyon szeretném, ha az 1-5-be végeznénk. Én úgy gondolom, hogy ez a csapat képes lehet még jobb eredményre is. A Sényű szombaton Cigándon játssza az első felkészülési meccsét, amelyet még 5 követ. A bajnoki főpróbát július 24-én hazai pályán a Nyírgyulaj ellen tartják Fabu Mártonék.